Már egy hete, hogy észrevették a somogyudvarhelyi tavak mellett, hogy baj van, mert egyre több haltetem úszott a felszínen. A helyi horgász egyesület kezelésében lévő horgásztóban valószínűleg minden hal elpusztult. A helyiek mérgezésre gyanakszanak, állítólag egy közeli mezőgazdasági területről került permetszer a vízbe. Egy héttel a horgászati tilalom elrendelése után is még tonnaszám pusztulnak a halakatóban. Az előzetes felméréseink szerint egy 40-50 mázsa hal pusztult el. Szakemberek azt mondják, hogy amennyi a víz felszínen van, annyi még van az alján is. Tehát ez még el fog húzódni, ez a katasztrófa elhárítás mentés legalább még egy hétig. A horgászok szerint ők nem tudják a folyamatot megállítani, pénzük sincs rá, ezért szívesen vesznek minden segítséget. Egyelőre nem tudják, hogy pontosan mi okozta a természeti katasztrófát, csak annyi bizonyos, hogy valamilyen méreg miatt pusztultak el a halak. Ezek a vizek általában úgy nagyjából tisztak, horgászhatók, szép a környezet, most így befeketedett a víz, és valószínű, hogy oxigén hiány is föllépett. Most nem tudjuk, hogy mi az oka, egyelőre találgatásokban még nem szeretnénk bocsátkozni. A helyiek szerint az utóbbi időben lehullott nagy mennyiségű csapadék is közrejátszhatott abban, hogy méreg kerülhetett a vízbe. Vélhetőleg valamilyen mérgezésről van szó, és a levonuló belvíz, ami belefolyt a tavakba, a környező területekről valamilyen szennyező anyagot szedett össze, és itt koncentrálódott a tóba. Az önkormányzat próbál segíteni, abban bíznak, hogy rövid időn belül sikerül az eredeti állapotába visszaállítani a tavat.